Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy pár napos vlog lesz igazából. És a vlogolásnak a célja, és ami igazán értelmet fog ennek az egésznek adni, az nem más, mint hogy holnap indulunk Frankfurtba édesanyával. Az az igazság, hogy édesanyja nagyon szeret kézműveskedni. Nekem ehhez a fajta apró kis hobbihoz nincsen türelmem. Nagyon szeretek sminkelni, nagyon szeretek körmezni, de a kreatív hobbizás az nem az én asztalom, viszont édesanyja nagyon szereti, és már múlt évben kitalálta, hogy mennyire jó lenne Frankfurtba kimenni erre a világkiállításra. És nyilván, mivel elkészül ez a videó, így tudjátok, hogy ez nem csak terv szinten maradt, ugyanis holnap indulunk, édesanyjáék ma érkeznek. Úgy fogunk menni, hogy édesanyja, egy barátnője és én ma este érkeznek ide hozzánk Pestre, és nyilván reggel hajnalba a reptérről fogunk indulni Frankfurtba. Egyetlen egy estét alszunk ott, és jövünk is vissza vasárnap, úgyhogy ez tényleg csak egy mini kiruccanás a kiállítás idejére. Viszont gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi történik kint Frankfurtba. És képzeljétek el, az első és talán a legfontosabb dolog az előkészületeim listáján nem más, mint hogy végre elmegyek fodrászhoz. Ez a történet azért ennyire drámai, mert hát egy nagyon régi videómban én már mondtam nektek, hogy holnap megyek fodrászhoz, és mennyire jó lesz, de hogy háromszor egymás után mondtak le, körülbelül két héten keresztül, vagy három héten keresztül próbáltam bejelentkezni, úgyhogy a vége az egésznek az lett, hogy máshoz fogok menni festetni. Viszont végre megtörténik a dolog, és nagyon várom. Iszonyatos állapotban van a hajam, meg is jegyeztétek egyébként. Azt hiszem, hogy a szerdai videómban talán, hogy zsíros a hajam. Igen, zsíros, mert készülök festésre, és aki nem tudja, annak elmondom, hogy festés előtt nem nagyon szabad hajat mosni, tehát minél zsírosabb a hajad, annál jobban védve van. Hát jelenleg szörnyű állapotban van a hajam, majd hogyha kibontom, akkor megmutatom, hogy hogy néz ki maga a festésem, ami iszonyatosan le van nőve, rettenetesen nő a hajam, havonta 2 centit is képes nőni, hogyha megbolondul, úgyhogy nagyon ideje van már egy festésnek, és Rebeka nagyon szeretne buta szőke lenni, úgyhogy ha minden jól megy, akkor ez ma meg fog történni. És ha nem láttátok az előző videókat, azért jutott csak eszembe, mert itt van előttem kinyitva a statisztika, úgyhogy ha nem láttátok az előző videókat, akkor csekkoljátok le azokat is. Teszek ide kártyára is, és leteszem a leírásba is, de a csatornámon is megtaláltok mindent. Én pedig lassan elkezdek készülődni és indulni, mert pont a város másik felén van a fodrászat, ahova menni fogok. Úgyhogy ideje van lassan indulnom, és hogyha érdekel még titeket, hogy miből fog állni az előkészület, és hogy hogy fog állni ez a frankfurti utazás, akkor tartsatok velem. Vágás közben jutott egyébként eszembe, hogy itt kihagytam egy csomó időt. Egy-két képet fogtok látni, itt szeretném egyébként megemlíteni, hogy Molnár Merci festette a hajamat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, hogy ilyen villámgyorsan fogadni tudott, és hogy mostantól igazából gondját fogja viselni a hajamnak, és rendszeresen festve leszek, nem lesznek elmaradozások, úgyhogy ezt még itt szerettem volna megemlíteni, és este elég későn értem már haza, és édesanyjáik is pont ide értek, úgyhogy aztán nem nagyon csináltam már semmit, csak villámgyorsan bepakoltam egy szett ruhát, amit ugye nyilván másnapra pakoltam össze, beraktam a legfontosabb dolgokat, amiket vinni akartam magammal, és aludtunk is, mert reggel 3-kor csörgött az ébresztő óra, és elkezdtünk készülődni, hogy időbe kiérjünk a reptérre, úgyhogy az indulás előtti este elég pörgősen telt, mondjuk ezt, de hagyom is, hogy nézzétek tovább a videót. The next day. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, megérkeztünk a repülőtérre. Most egy kicsit jobban nézek ki, mint az előző utazáskor, de most is nagyon korán van. Pontos idő, 3:45, 5 mindjárt, valami ilyesmi. 6 órakor indul a gép, és inimini kis cuccal. Kevesebbet pakoltam, mint édesanyja, úgyhogy büszke vagyok egyébként magamra. Kicsit még lassan működök, össze kell szedjem magam, de király minden. Úgyhogy gyorsan megyünk, becsekkolunk, és utána jelentkezek.
pontos idő 8 óra 40, és megérkeztünk Frankfurtba, éppen kávézunk egyet. Utána megyünk a kiállítási területre, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondják, csarnokba. Mit akartam mondani? Amúgy. Valamit szerettem volna mondani, de elfelejtettem. A lényeg annyi egyébként, hogy nagyon közel van. A reptértől egy ilyen 12 kilométerre, szóval, hogy valami ilyesmi, úgyhogy nagyon-nagyon közel van. Valamikor jelentkezem, ahogy értem magamba az erőt hozzá. Fogtam taxit. Hello! 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 Elindultunk most a kiállításnak a helyére. Kicsit veszélyesek itt a dolgok. Jaj! Elindultunk a kiállításnak a helyére. Azzal fogunk kezdeni, hogy bemegyünk és lecsekkoljuk, hogy le tudjuk-e tenni a kis cuccainkat. Mindenkinek csak egy kézi poggyásza van. Nyilván a szállodában még nem lehet becsekkolni. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha le tudnánk rakni a cuccokat és tudnánk nézelődni addig, amíg be lehet csekkolni. Utána elvinnénk a cuccot oda, egy kicsit nem tudom, pihennénk a szállodába, utána meg megyünk vissza. Mindegy, a lényeg annyi, hogy kezdünk a kiállításon. Van-e valami, amit kifejezetten meg akarunk nézni? Mindent. 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 Két gyerek. Nem baj. Cuki! Na jól van, megyünk. Reméljük odaérünk. És onnan majd. Hogy kell? Hogy kell mutatni? Na megérkeztünk, képzeljétek el, és az a helyzet, hogy nem tudtuk, hogy hogy vannak pontosan a jegyek, és van itt egy ilyen papíros kiállítás is, de ilyen írószer inkább, és hát egy kicsit én függő vagyok, tehát ezt bevallom, hogy minden, ami írószer, füzet, papír, nem tudom, notesz, bármi, imádom, és be tudtunk jönni ide is, úgyhogy én most egy kicsit elvarázsolódtam, és már néztem noteszt. Nem mintha szükségem lenne rá egyébként, de már néztem azt is, és ez ilyen nagyon sok gumi izé, meg ilyen kis csomagoló cuccok, meg ilyenek, és nagyon bele vagyok, már most szeretve az egészbe. Úgyhogy, ja, és képzeljétek el, hogy még a karácsonyi, mi ez? A karácsonyi kiállítás is megvan még, képzeljétek el, úgyhogy oda is megyünk még nézelődni, úgyhogy nagyon izgi. Majdnem az első üzletbe már elájultam. Pont az előző videómban mondtam, hogy mennyire imádom az ilyen kis rendszerező cuccokat, és egy rendszerezős bolt volt. És kaptam egy kis mintát. Úgyhogy nekem már nagyon jól kezdődött ez az egész. Na jó, engem most veszettetek el. Próbálom összeszedni magam. Azt a De... Wow! De jó ég! Azt a de beteg! Jézus! Imádom a német konyhát! Szívecskét kérsz egyet? Nem. De csinálod. Jó. Tessék, szeretlek. Köszönöm szépen, én is téged. The next day. Things got so complicated. Not like it was before. At the edge, we should break it. You keep on coming back for more. It is not the first time thinking that you'll come.
Na sziasztok, itt vagyunk vasárnap reggel, 10 óra van egészen pontosan. Elindultunk vissza a kiállítási területre, megkajáltunk, megkávéztunk, összekészültünk, összepakoltunk, és most már úton vagyunk vissza. Tegnap a délután nagy részét nem mutattam nektek. Visszajöttünk a szállásra egyet aludni, mert nagyon-nagyon fáradtak voltunk, és rengeteget mászkáltunk, úgyhogy a lábunk is nagyon fájt már. Utána, kicsit később átjöttünk ebbe a plázába, ami egyébként körülbelül egy ilyen 100 méterre van a kiállítási területtől. Itt is körbenéztünk, de őszintén megmondom, hogy egyáltalán nem volt nagy durranás, úgyhogy aztán onnan nem is videóztam nektek. Kifejezetten uncsi pláza volt, úgyhogy nem gondoltam, hogy érdekes lenne bármit onnan megmutatni. Kajáltunk egyet, utána pedig mentünk vissza a szállásra és aludtunk egy hatalmasat. És ma reggel azt hiszem ilyen 8 óra körül keltünk. Felöltöztünk, gyors megkajáltunk, és aztán most vagyunk itt, hogy elindultunk. Tegnap láttuk egyébként, ahogy ez a valami ezen az ajtón ki akart jönni, és mivel itt van, így gondolom, hogy sikerült. És hogyha itt végigérünk, akkor oda fogunk bemenni. Amit egyébként így észrevettünk a kis vásár ideje alatt, hogy közel se egy vásárról van szó. Ez egy ilyen kiállítási cucc, ahol nem nagyon lehet vásárolni. Tehát, hogy itt üzletet kötni lehet nagy kereseknek, de így egy-két darab valamit venni, azt nem nagyon. Úgyhogy marad egy kis nézelődés, utána meg viszonylag időben ki fogunk menni a reptérre, mert én körbe szeretnék nézni még ott is. Úristen! Majd bentről jelentkezem, amikor már kicsit üresebb a kezem, mert nagyon-nagyon fáj. Megtaláltuk a magyarokat is egyébként, úgyhogy most megnézzük, hogy itt mik vannak náluk. Ilyet kértem édesanyától. Mondtam neki, hogy csináljon ilyet, mert ez nagyon tetszik. Mennyire aranyos, nem? Itt van rose goldba is. Szerintem rendesen jól néz ki. Tök izgi egyébként ez a kiállítás, meg minden, de most mondtam édesanyának, hogy ez izgi bárminél, mint amit eddig láttunk. Nem tudom egyébként, hogy tudjátok-e, de Bence konkrétan gyertyafüggő. Imádja a gyertyákat, és akármikor megyünk az IKEA-ba, biztos, hogy venni kell gyertyát. Ha én nem akarok venni, akkor is. És bejöttünk egy olyan hangárba, ahol csak gyertyák vannak. Karácsonyi dekorációs hangár egyébként ez, viszont eddig csak gyertyákat, meg nagyon kevés ilyen kis szalagot, meg ilyen cuccokat láttunk. Úgyhogy megmutatom gyors, hogy miket találtam. Wow! Ilyet még szerintem nem is láttam. Külön van vázájuk szálanként, és bele van rakva egy nagyba. Én mondtam tényleg, hogy mindenhol gyertya van, tehát mindenhol. Te jó ég. Imagine again.
Gyertya torta? Szivat? Úristen! Jó, új makaron! Egy hete kaptam körülbelül először 3 kanócos gyertyát, szerintem ideje van felváltani valamelyikre. Bence, csak mondom. Véget ért a mai napunk, és remélem amúgy innen nem látjátok, de úgy vérzett az orrom, mint az állat, ugye? Alig lehetett elállni. Majdnem elvéreztem. Na jó, nem, azért nem volt vészes, de vérzett is kellemetlen volt. Na mindegy, megmenekültem, elállt az orrvérzésem, azt hiszem. Kivettük most már a táskáinkat, remélem így látjátok. És most pedig fogunk indulni a reptérre. Ugyanis ez volt az utolsó napunk, csak 2 napra jöttünk, ezt szerintem nem is mondtam nektek. De a lényeg az, hogy elindulunk a reptérre, megyünk haza, és Pesten be fog fejeződni ez a videó. Ugyanis onnantól, hogy landoltunk a géppel, elkezdek egy másik vlogot, ami ennél sokkal-sokkal izgibb lesz, de ettől függetlenül igen. Ja, nem mondok többet, véletlen még elszólom magam, és nem tudom, mit akartam, mindegy, induljunk a reptérre. Késéssel becsekkoltunk, nem mi késéssel, nyilván a gép késett. Battyogunk fel a repcsikére. Hellóka! Hello! Olyankor feszült a késés miatt, úgyhogy... Próbálok úgy vlogolni, hogy más ne legyen benne, ami egy repülőn nem túl mennyi. Elszálltunk. Mindenki megnyugodott. Remélem most már. Igen. Remélem, mert rólad van szó. Mindjárt ott van. Na, megérkeztünk, leszálltunk a repcsiről. Édesanyőcsivel telefonál egyébként, úgyhogy sétálunk befele. Rebekának nagyon kell pisilnie, iszonyatosan. Úgyhogy innen még egy feladatom lesz, ami nem más, mint hogy haza kell vezessek Hódmezővásárhelyre, és onnantól, hogy beülünk a kocsiba, igazából nem is fogtok már látni. Ott lesz vége ennek a videónak, mert ennél többet semmiképpen nem szeretnék elmondani. És akkor hivatalosan is itt lenne vége ennek a videónak. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, tudjátok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Az Instagram mindig lent van a leírásban. Ott is kövessetek! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, viszont ne felejtsétek el, hogy holnap rendszer szerint jön az új videó, amiben lesz a nagy bejelentés. Nagyon sokan már tippelgettetek egyébként, adtam is rá okot, hogyha jobban belegondolok. Úgyhogy álljatok készen, holnap jön az új videó. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!